Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket újból itt a csatornámon. Ez a Füge és Citrom csatornája. Ez a csatorna rólam szól, egy átlagos édesanyja vagyok, van egy kisfiam, és a mi kis hétköznapi életünket mutatja be. Lesznek, illetve volt már főzős videóm, volt szépségápolás videóm. Most például egy olyan videót hoztam nektek, hogy milyen könyveket vásároltam, használtam, nagyon-nagyon jó áron, nagyon-nagyon olcsón, ami szerintem egyáltalán nem baj, hogyha használtam vásárolunk könyvet, mert inkább, mint az a valaki kidobja, hogyha nem szeretném már megtartani, akkor én nagyon szívesen veszek ilyen könyveket használtan, tehát nem feltétlen új könyveket. Aztán ugye azt tudni kell rólam, hogy én egy pár éve olvasok csak. Én előtte nagyon nem szerettem olvasni, kötelezőket se, suliba se, sose nem szerettem olvasni. Viszont egy pár éve tényleg úgy vagyok vele, hogy szeretek olvasni, és valahogy hatalmas vágyat érzek az olvasás iránt, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon keveset tudok olvasni, mert ezen még fejlődnöm kell, ebben még tanulnom kell ezt a dolgot, de hogy magamra nagyon sajnálom az időt. Általában én mindig úgy szoktam, hogy én mindig mindenkit letudok, tehát a házi munkát, a takarítást, a főzést, a mindent, amit éppen kell, a gyerekkel kapcsolatos teendőket. Aztán mindig én maradok utoljára, amikor már el vagyok fáradva, és nincsen energiám, vagy este van, és mondjuk a szemem fáradt, és nem nagyon tudok már olvasni, mert összeszaladnak a betűk, meg homályosan látok, meg elalszok közben, szóval meg sem értem. Azt, hogy napközben én szakítsak magamra egy fél órát, vagy egy órácskát, hogy én magammal foglalkozok, ez nagyon-nagyon ritka, de dolgozom rajta, és próbálok ebben fejlődni, viszont hatalmas vágyam van a könyvek iránt, nagyon-nagyon szeretem őket. Ha már valahol meglátok egy könyvvel kapcsolatos hirdetést, akkor rendesen, hogy úristen, haj, mi az, hogy miről szól, stb. Tehát mostanában nagyon-nagyon érdekelnek a könyvek. Van is beszerezve jó pár könyvem, rengeteg, amiben bele se szagoltam még, de úgy vagyok vele, hogy a könyv érték, szerintem enni nem fog kérni a szekrénybe, amíg nem nyúlok hozzá, vagy nem olvasom, ugye, tehát különösebb problémával nem jár, hogy megvannak ezek a könyvek, viszont ha tényleg oda kerül a sor, akkor van mihez nyúlnom, és tényleg el tudom olvasni, és azok a könyvek, amik engem valóban érdekelnek, én úgy gondolom legalábbis, olyanokat próbálok mindig beszerezni, ami nem olyan, mert mondjuk beleolvasok, vagy valami, akkor azon túl is adok rögtön, hogy ez ne is roncsa itt nekem a levegőt, úgymond. De szóval ezen a hosszú intrón túl pedig következzék az a rész, hogy megmutatom tényleg ezeket a könyveket, amiket én vásároltam. Az első, amit megmutatok nektek, Sebestyén Balázsnak a Szigorúan Bizalmas című könyve. Ez már elég régi darab, ugye? Már ezt, aki tudja, akkor azt tudja, hogy ez elég régen jött ki. Nem tudom pontosan, szerintem olyan tizenvalahány éve lehet, hogy megjelent. Hát itt 2008 van írva kiadásnak, tehát akkor az ilyen 11, hát 10 körül igen úgy satszoltam. Én ezt a könyvet már akkor, amikor megjelent, akkor ezt szerettem volna megvenni. Azután úgy valahogy elfelejtődött, vagy azután úgy nem volt úgy eszembe. És én nagyon szeretem Balázsnak amúgy a gondolkodásmódját, tehát nagyon sok mindenben egyetértek vele, szerintem nem egy rossz gondolkodású pasi, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit ír ebbe a könyvbe. Úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok. Azt vettem észre, hogy azokat a könyveket különösképpen szeretem, amit így, tehát mint például ő is, hogy tudom, hogy Sebestyén Balázs, tudom, hogy ki ő, a munkássága, stb., és hogy ő írja, és hogy a gondolataira nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Tehát vagy az ilyen életrajzi könyvek is nagyon érdekelnek, amik tudjátok, hogy ilyen megtörtént valóságos dolgok, valós kézláb, kézzelfogható emberekkel történtek meg, tehát nem egy kitaláció, egy bármi fantázia szüleménye, hanem tényleg egy valós dolog kerül a papírra. Úgyhogy én őt nagyon-nagyon várom, hogy elolvassam. Remélem, hogy hamarosan oda kerül a sor. Úgyhogy tervben van olyan videó sorozat is készítése, amikor az arról szólna, hogy minden hónapban mondjuk elolvasok egy vagy két könyvet, ami számomra még most ilyen fényév távlatában van ez a teljesítmény, de megpróbálkoznék vele.
Na szóval, hogy így terveimben szerepel egy ilyen, hogy majd én csinálok ilyen videósorozatot, amikor így elmesélem a könyvvel kapcsolatos élményeimet. De ez még nem készpénz, ez még nem most lesz egy-két hónapon belül szerintem, de szeretnék idővel eljutni erre a szintre is. A következő, ami nagyon-nagyon megtetszett, ez pedig a Toszkánai nyár című Elizabeth Adler, ha jól mondom, nem tudom, Ulpius ház kiadó. Ezt rákerestem a neten, hát ez ilyen 2500-3500 forint között volt az utolsó ismert ára ennek a könyvecskének. Ez egy romantikus történet. Nem vagyok nagy romantikus regény rajongó, de ez a toszkánai világ, ami itt is látszik a képen, pedig tényleg ez egy csak egy kis házacska, egy pár darab fával, de ha ezt elég átéléssel nézem ezt a képet, akkor ez számomra borzalmasan vonzó. Tehát nagyon-nagyon ez a toszkánai feeling, és állítólag ez a könyv visszaadja ezt a toszkán érzést, egy kis humorral fűszerezve, egy kis szerelmi történet. Hát kíváncsi vagyok rá, szerintem könnyed olvasmány lehet, majd meggyőződök róla a későbbiekben. Aztán van itt ez a könyv, ezt nem fogom kimondani, hogy ki írta, A Christian az olyan szürke 50 árnyalatos, a Christian, úgy mondta mindig a csaj Christian, na mindegy. Szóval ő írta, itt aki itt szerepel fönt, és hogy a nőkkel csak a baj van, és egy kérdőjel, csak férfiaknak. Hát lehet, hogy csak férfiaknak, de én ezt nagyon szeretném elolvasni. Én ezt is kinéztem az Édesvíznek az oldalán, már többször nézegettem, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit ír. Úgyhogy ez is most ott azt hiszem ilyen 3000 forint körül van ez a könyv. Szinte 500 forintért szerintem totál megérte, teljesen új állapotú könyv, tehát semmi se koszt nincs rajta, se gyűrődés, semmi, tehát teljesen ropogós. Lehet, hogy még el sem volt olvasva, úgyhogy amúgy még az is lehet, hogy teljesen új ilyen szempontból. És a következő, amit szeretnék megmutatni, ez pedig a Mosolyka. Biztos sokan ismeritek őt, Holzleiter Fanni, elég bonyolult neve van szegénykémnek, mindig beletörik majdnem a nyelvem, szóval Fanninak, a Mosolykának a könyve. Hát ez a nő, nem tudom, szerintem ő egy akkora példaértékű ember, hogy tényleg az ő nehézségeivel és az ő hátrányaival, ami neki van, ugye az élettel kapcsolatban, hogy ő hogyan tud boldogulni, és mennyire sokat tesz a pozitív hozzáállás, és mennyire sokat tesz azt, hogy mit gondolunk az életről, és hogy állunk hozzá, és igen, tehát magának a könyvnek is ugye az a cím, hogy te döntesz. Tehát mindig a mi hozzáállásunk dönti el azt, hogy egy adott dolog az pozitív vagy negatív, mert nincs jó vagy rossz, csak a hozzáállásunk változtatja azzá, meg a gondolkodásunk, úgyhogy... Igen, hát ez, nem tudom, nagyon-nagyon vastag amúgy a könyv, ez is ilyen 3000 forint körül volt az utolsó ismert ára, azt hiszem 3100-ért dobta ki a Libri, melyik volt már a másik, nem tudom. Hát ez is elég régi könyv amúgy, de szerintem a dolog lényege azóta nem változott, hogy ugye ez az egész a pozitív hozzáállásról szól, 2013-as pozitív hozzáállásról szól, ugye is arról, hogy mindig mi döntünk, arról, hogy az élethez hogy viszonyulunk, hogy reagálunk a dolgokra, hogyan hagyjuk, hogy befolyásoljanak minket a negatív körülmények. Ő is feladhatta volna 100-szor, tehát neki is megmondták annak idején, hogy nem fog, hát nem is tudom mennyi hány évet jósoltak neki, de nagyon, de még egy kicsi, hogy gyerekként el fog menni, mert hogy annyira nagyon, hát nem sokat jósoltak ugye neki, de itt van a mai napig is, tényleg, tehát nem tudom, nagyon-nagyon nagyon vágyok erre is, hogy elolvassam, mert tényleg maga ez a kis teremtmény, Mosolyka, ő nekem egy nagyon-nagyon szimpatikus lány, és tényleg azt mondom, hogy tényleg mindenkinek példaértékű az ő hozzáállása és viselkedése.
Úgyhogy ez volt a negyedik könyv, és az utolsó, de talán a legfontosabb könyv számomra, amiért az összes hazajött végül is, ami miatt, vagy hogy mondjam. Tehát én ezt kerestem, ezt a könyvet. Ezt a könyvet már YouTube videókba, nem is tudom, hogy kinél láttam, hogy ajánlotta. Hát ez azt írja úgy, hogy tankönyv az életedhez. Ez Csattos Ilonának a Vedd észre című könyve. A legmélyebb önismeret. Nem tudom már ki ajánlotta. Valamelyik youtubernek láttam a videójában egyszer, hogy ő ezt ajánlotta, ezt a könyvet, mert hogy ebbe úristen, mekkora felismerések vannak, és ő is igen célzott arra, hogy van egy sajátos megfogalmazása a hölgynek, illetve ahogy közli a mondandóját, de hogy tényleg, tehát ilyen homlokon csapások vannak folyamatosan, hogy hát tényleg igaza van, meg hát tényleg ez is így van, az is úgy van. Kíváncsi vagyok rá. Na szóval is ezt az egyetlen egy könyvet én kerestem, mert most megint elém bukkant valahol egy hirdetésen keresztül, és mondom, tényleg a Csattos Ilona könyvet. Még fel is írtam a telefonom jegyzeteibe, hogy én ezt el ne felejtsem, mert hogy én ezt előtte soha nem láttam sehol, csak a youtubernek a videójából megláttam, utána rákerestem, és akkor láttam, hogy tényleg itt van, és van egy ilyen könyv. És hogy én ezt felírtam magamnak, hogy ezt is majd egyszer valamikor szert teszek rá, és akkor elkezdtem nézelődni a hirdetések között, és akkor megláttam, hogy árulják 500 forintért. 500-ért, és 2900, nem tudom, valahogy így 2940, vagy 70, vagy nem tudom, hogy hány forint, jelen pillanatban a legolcsóbb ára a neten, ami felelhető. Ahhoz képest 500 forintért megvettem. 500-ért. Kész. Tehát ha az egész könyv mennyiségnek az árát számolom, akkor az 5 darab könyv, 5x5, az 25, tehát az 2500 forint. 2500 forintért 5 könyvet vettem. Igen, 5 könyvet vettem. Úgyhogy, nem tudom, szerintem ez amúgy nagyon-nagyon szép maga a borítója. Nagyon szépek ezek a virágok, ez a sejtelmes fény az alagút végén, hogy amit majd meglátunk így az elolvasás után, hogy hoppá, kicsit kikristályosodnak a dolgok. És remélem, hogy kapok majd tőle annyit, vagy olyan dolgokat, amiért megéri elolvasni. Meg remélem, hogy eljutok egyáltalán odáig, hogy el tudjam olvasni. Úgyhogy szerintem nem ciki használtam vásárolni, nem ciki ilyeneket használtam beszerezni, mert a betűket senki nem tudja belőle kiolvasni, tehát a betűk azok ott lesznek benne, akárhányszor olvass el bárki a könyvet. Nyilván vettem már én is olyan könyvet, ismerősöm ajánlotta, hogy képzeljétek el, hogy megvettem a könyvet, azt is használtan árulták, és olyan irtózatosan büdös szaga volt a könyvnek, gyerekek, hogy ilyen, minthogyha egy kocsmába állt volna évekig, vagy nem tudom, tehát ez a füstös, de nem csak, hogy cigarettafüst, hanem ilyen másféle, ilyen nem tudom, tehát egy borzalmasan ilyen erős, nagyon-nagyon büdös füstszaga volt az egésznek, meg tényleg ilyen cigarettaszag is, ilyen dohányszag, úgyhogy egész egyszerűen nem tudtam olvasni. Amúgy is rettenetesen nehéz volt magát olvasni a könyvet, mert ez egy ilyen kicsit ilyen tudományos könyv volt, tehát nem egy ilyen kis könnyű olvasmány, ami kis szerelmes kis regényke, hanem tényleg az egy egész erős, és tele volt szakszavakkal, meg idegen szavakkal, meg olyanokkal, hogy elolvastam egy mondatot, és akkor úristen, na, mi van? Tehát, és tele volt lábjegyzettel, ahol magyarázták a 1-es, 2-es 865-ig, hogy hány darab szava, hogy mit jelent, és akkor még az külön menjél, és olvasd el, és mondtam, hogy én ezt nem. Úgyhogy azért olvastam belőle jócskán, mert olvastam belőle, de eleve borzalmasan irritált folyamatosan a szaga. Tehát én már parfümöt fújtam rá, már befújtam meg papírt illatosítóval, beletettem a lapok közé, kivittem a teraszra, hogy friss levegőn legyen, szétnyitottam, amennyire tudtam, próbáltam, hogy hát a kiszellőzik valahogy, tehát annyi féleképpen próbáltam volna őt valahogy egy kicsit ezt a szagot elvenni belőle, de nem nagyon tudtam.
Úgyhogy az olvasás közben folyamatosan azon kattogtam, azon járt az eszem, hogy úristen, már megint annyira, éreztem, olyan büdös volt. Akkor, amikor befújtam valamivel, valami parfümmel, vagy villatosítóval, vagy bármivel, mert annyi mindenre próbálkoztam, hogy már el sem tudom sorolni. Akkor meg ugye, amikor keveredett a kettőnek az illata, akkor meg még olyan szóval nagyon-nagyon gáz volt. Úgyhogy fogtam, mondtam, jó, kész, én ezzel nem vagyok hajlandó tovább kínlódni, úgymond, és meghirdettem, és el is adtam, hál' Istennek, annyira, mennyire vettem, úgyhogy nem fizettem annyira túl sok mindent rá, de tehát jártam már rosszul. Volt olyan könyv, ami megjött, megrendeltem, megjött, és tényleg 2 nap alatt kiolvastam. Majd mindjárt elmondom, hogy Úristen, a Hová tűnt Emese című könyv volt. Nem fog eszembe jutni, gyerekek, Úristen, tiszta cikim. Aleska Diamond, tudjátok, aki most ilyen tornásziskolája van talán, ha jól tudom, de már most nem akarok hülyeséget mondani. Na mindegy, szóval neki a Hová tűnt Emese, az volt a könyvnek a címe. Ha ezt elolvastam, az 2 nap alatt kivégeztem, azt 2 nap alatt elolvastam, az tudom, tehát az annyira érdekelt, az tetszett, ahogy olvasom, tetszett, amiket írt, és kíváncsi voltam a folytatásra, és tényleg az úgy volt, hogy voltam orvosnál például, és még ott a váróterembe is vittem magamba, és a váróterembe, amíg várakoztam, addig olvastam. Hazafelé a buszon is olvastam, még hazafelé, ahogy sétáltam a buszmegállótól be a házunkig, még ott is menet közben, séta közben is olvastam, tehát az rettenetesen lekötötte a figyelmemet. Úgyhogy az nagyon-nagyon tetszett, és van több olyan könyvem is, ami valamiért meg lett véve, tehát vagy azért, mert nagyon-nagyon tetszik, vagy azért, mert volt úgy, hogy csomagba volt, és akkor nagyon-nagyon kedvező áron jutottam hozzá. Ilyenek voltak például a Soma könyvek, a Soma Mama Gésának a könyvei, abból is talán 4 darabon van itthon. Azt is valami, nem tudom, 500, 400 vagy 500 forintért vettem, azt hiszem. Még annyi sem volt, mert akkor mást is vettem ettől a hölgytől, aki árulta, és azt hiszem, hogy 2000 forint körül fizettem 7 darab könyvért, tehát úgyhogy nagyon-nagyon megérte, úgyhogy szerintem használtam, megéri, meg nem ciki használtam venni könyveket, mert tényleg a könyv az érték, kiolvasni nem tudják belőle a betűket, nem tűnnek el, hogyha többször van olvasva, és tényleg hát olcsóbban jövünk ki mindenféleképpen, és tényleg vannak olyan könyvek, mint amit én is itt mutattam, hogy szerintem ez még nem is volt olvasva, és akkor tudod, valaki megveszi, aztán úgy van vele, hogy majd elolvassa, és akkor végén csak nem kerül rá sor, akkor mondta, nem is érdekli, aztán eladja. Na de nem beszélek feleslegesen vagy semmiről. Ez lett volna a videóm, az én kis jó kis üzletkötésemről, erről az 5 darab könyvről, úgyhogy itt vannak még egyszer, megmutatom nektek. És ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, van Facebook oldalam is, annak a linkjét megtaláljátok a leírásban, Instagramom is van arra is, hogyha rákerestek, megtaláltok az Instagramon is, Füge és Citrom néven szintén, és várlak titeket a következő videóban is, hogyha tetszett, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!